Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Története legeredményesebb szezonján van túl a Deac férfi futszál csapata. Elek Gergő együttes a negyedik helyen végzett a bajnokságban, és méltó ellenfele volt a hazai sztárcsapatoknak is. A következő percekben a vezetőedzővel értékeljük a mögöttünk álló évet. Szervusz Gergő, köszöntelek! Szervusz, üdvözlöm a nézőket is! Hát gratulálunk ehhez a történelmi szezonhoz, habár nem jött össze a bronzérem, azért mégiscsak a legsikeresebb éven vagytok túl. Tudjuk, hogy maximalista vagy, és azért ezt a játékosaidra is át szoktad ragasztani. Mégis, hogyha mondjuk százalékosítani kéne, akkor ez a mostani mögöttünk álló idény, Gergő, szerinted hogyan sikerült? Igazából 80%-osan mondanám, és ezt abszolút csak azért, mert ez a bronzmérkőzés nagyon-nagyon rosszul sikerült nekünk. Nagyon messze voltunk a Veszprémtől. Az előtte lévő dolgok azok 100%-osak voltak. Tehát mind az alapszakaszbeli ötödik helyünk, és onnan még rá tudtunk tenni egy lapáttal, tehát egy helyet előre tudtunk lépni, negyedikek tudtunk lenni. A bronzmérkőzéseket lejátszottuk, abszolút a Veszprém felé billent a mérleg, amivel nincsen az ég egyet világon semmi baj. Itt a probléma a gólkülönbséggel van, hogy igazából sajnos nem volt esélyünk egyik mérkőzésre sem a győzelemre. Az alapszakaszban ugye az ötödik helyen végeztetek, és azért szépen az az öt csapat kiemelkedett a többi közül. Nektek ráadásul sikerült még ugye előzni is aztán a rájátszásban. Néhány szóban azt a periódust hogyan értékelnéd, ugye akár a későbbi bronzmeccs ellenféllel, a Veszprémmel döntetlent játszottatok idegenben, volt hazai győzelem is, tehát hogy azért megráncigáltátok a nagyobb bajszát is, és a Kecskemétet pedig sikerült ugye leszorítani az ötödik pozícióba. Az alapszakasz során elég hamar elértük azt, hogy a felsőházba kerüljünk, és talán ott jött az első olyan hullámvölgy, amivel foglalkoznunk kellett, mert megcéloztuk még a harmadik helyet is az alapszakaszba, de ötödikek lettünk csak, ott már kis motivációs probléma volt, elkezdődött a nagy pályás terhelés a játékosoknak, nem tudtunk előrébb végezni, nem történt semmi probléma, ötödikek lettünk, felsőház. Rögtön az első fordulóba pihenő nélkül utaztunk Veszprémbe, ahol véleményem szerint egy bravúr pontot szereztünk, és ezzel fel is ugrottunk a negyedik helyre, amit sikerült végig megtartanunk azzal, hogy mind a Veszprémet, mind a Kecskemétet meg tudtuk verni hazai pályán. Ugye itt talán egy apró kritika érhet minket, hogy közel voltunk ugyan a mezeihez, volt, hogy közel voltunk a haladáshoz, de nem sikerült pontot szerezni. Ilyen a futszál, nagyon fiatal játékosok alkotják a csapatomat, majd hogyha egy kicsit rutinosabbak lesznek, sikerül talán megoldanunk majd az ilyen feladatokat, mint például a mezei elleni otthoni mérkőzés, ahol 25 másodperc választott el minket a pontszerzéshez. Az ellenfélből a 30 év feletti brazil játékos szerzett gólt, ő neki már megvan a rutinja, remélem, hogy én játékosaim is hamarosan meg fogják szerezni ezt a rutint. Közben ugye a gólokat láthatjuk itt a kivetítőn, ugye azért sok szépségdíjas találatot is szereztetek. Picit a bronzi mérkőzésről néhány szóban, így, ahogy kiemeltette is, azért nagy volt a gólkülönbség itt a végén, ugye 3-ból 3-at elveszítettetek. Akkor fáradtatok-e fizikálisan fejben mindkettő, hogy ugye ennyire, ahogy te is kiemelted, nagy lett az olló a végére a két csapat között? Igen, úgy gondolom, hogy mind fizikálisan, mind fejbe nem tudtunk ott lenni ezeken a mérkőzéseken. A fejben lévő dolgokkal, külső körülmények elég rosszkor jöttek, bizonyos dolgok, azzal nem szeretnék foglalkozni. De itt a fizikális történet, hogy a nagypályás besűrűsödött a végére, tehát hétvégén bajnokit játszottak a játékosok, szerdán kupameccset játszottak, közben hétfő-péntek ritmusba játszottuk a bronzmérkőzést. Volt olyan játékos, aki 10 nap alatt 6 mérkőzést játszott le, ez mind tétmeccs volt, tehát ez gyakorlatilag lehetetlen fizikálisan bírni, de amúgy fejbe is, tehát gyakorlatilag itt annak örülhetünk, hogy nem lett komolyabb sérülése egy-egy játékosnak. Ez is volt az egyik kérésem a vezetők irányába a jövővel kapcsolatban, hogy a játékosok csak a futszára koncentráljanak. Ezen a szinten már nem lehet más, tehát ugye, hogyha csak a felsőházat veszük, gyakorlatilag a többi csapatokban senki sem nagy pályázik, sőt, alsóházban is van olyan csapat, ahol nem nagy pályáznak. Mi nálunk még ez jelen volt, ugye mind a fiatalságra írható ez a dolog volt, aki még az útját kereste játékos, hogy futszál mellett dönt, nagy pálya mellett dönt, és próbálta a kettőt párhuzamosan csinálni, ezen a szinten ezt nem lehet. Viszont azért az egy óriási pozitívum, hogy a sok másik csapattal ellentétben, főleg itt ugye a top 5-ről beszélek, nálatok azért javarészt debreceni hazai nevelésű játékosok játszottak, fiatalok játszottak, tényleg egy üde színfoltjai voltatok az idei mezőnynek.
Ez mekkora erény és mekkora eredmény egy ilyen csapattal, hogy ilyen jól végeztetek, és nyilván ebből adódóan, hogy ha ilyen jól sikerült ez az idény, nyilván az a játékosok ázsiója az elég szépen megnőhetett. Igen, mind én, mind a klub nagyon büszke arra, hogy a legfiatalabb átlag életkorú csapattal rendelkeztünk, mind az alsó, mind a felső házat tekintve, illetőleg a legtöbb saját nevelésű játékos játszott a csapatba. Igazából Tiágón, a brazil légióson és Faragó Lajoson kívül mindenki a Deaszban nevelkedett. Ugye az idősebb játékosok, Sánta Attila, Siska Gergő, még a legendás Kozma Mihály keze alatt tanulták meg ennek a sportágnak az alapjait, a többi játékos pedig nálam. Én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és mint mondtam, a klub is, és valóban ez egyedülálló a magyar NB1-ben. És itt jön ugye a másik történet, amiről beszéltél, hogy ezek a nagyon fiatal játékosok elérték ezt a nagyon szép eredményt, és természetesen jönnek a megkeresések más csapatoktól is, előttünk jegyzett csapatoktól is. Megpróbáltuk együtt tartani a brigádot, ez talán egy 80%-ban sikerült is, úgy gondolom, és ezáltal mehetünk tovább, és még nagyobb ázsiót érhetnek el, hogy remélhetőleg hasonló szezon tudunk jövőre is produkálni. Mielőtt rátérnénk itt az igazolásokra, csak hogy csigázzuk a nézők figyelmét is, néhány szóban őszintén, Gergő, szerinted egy év alatt miben fejlődtetek igazán csapatként? Először is nem egy évről szeretnék beszélni, hanem kettőről. Tehát azért ezek a játékosok, akik ebben a szezonban már nagyon jó teljesítményt nyújtottak, itt a fiatalokra gondolok abszolút, tehát egy Szabó Lalóra, egy Berec Rafael, egy Rácz Zsolt, egy Krajcsi Bence a kapuba, és még sorolhatnám, de talán ők produkálták a legkiugróbb teljesítményt. Ők a csonka szezonban, ugye, ami a pandémia miatt félbeszakadt, ott ő rajtuk már óriási teher volt. Ugye ott alsóházba is kerültünk, ők akkor estek át a tűzkeresztségen. Akkor az volt a feladatunk, hogy felvegyék az NB1-nek a ritmusát. És, mint a mellékelt ábra mutatja, sikerült felvenni az NB1 ritmusát, és ebben az évben már nagyon komoly teljesítményt tudtak letenni az asztalra. És akkor az igazolásokra most szépen térjünk is át. Ugye vannak már konkrét nevek, mit kell tudni erről, hogyan fog kinézni a jövő csapata? Ugye itt beszéltünk a megnövekedett ázsióról, és akkor itt kell azt megemlítenünk, hogy a Tóth Attila távozik a csapattól, és a mezei Vilgárdáját fogja erősíteni a következő évben. Nem mondom azt, hogy sajnos, mert engem is büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen csapathoz tud igazolni. Tehát, hogyha megnyerik a bajnokságot jövőre, a Bajnokok Ligájába tud pályára lépni, ugye azért az a non plus ultra mi nálunk a futszában. Szabó Laló, ő keresi egyelőre még az útját, ő egy nagyon fiatal, 19 éves játékos, és még úgy gondolta, hogy a nagy pálya fele próbál meg tendálni. Barátsággal válunk el, mondtam, hogy neki mindig van visszaút hozzánk, de most már a csapat nem engedheti meg azt, hogy párhuzamosan játszon nagy pályán és futszában. Illetőleg Kántor Tamás az, aki távozik tőlünk, ő a civil életbe, a munkájára szeretne koncentrálni. Ő vele még játékosként is játszottam együtt, úgyhogy az is egy érzékeny vesztesége a csapatnak. Sok sikert kívánunk neki a Deac nevében a civil életben. Illetőleg nyilván ezen távozók mellett szükség van érkezőkre is. Tehát ugye utánpótlásból is természetesen oda is néztünk, és Serestyén Szabolcs nevezett, nagyon fiatal játékos felkerül az első csapathoz, nálunk fog edzeni. Illetőleg Harmati Tamás az, aki érkezőknek az oldalán van. Ő gyakorlatilag szintén visszatér hozzánk, mert amikor még ifjú titán volt, akkor mezeiben nevelkedett, és még a Deac NB2-es csapatához egyszer kölcsön adták, tehát gyakorlatilag visszajön. Illetőleg még egy brazil légióssal erősödik a csapatunk, egy ballábas fiatal játékos érkezik hozzánk. Jó volt azt látni, hogy itt azért a válogatottban is szóba jöttek már a srácok, ugye négyen is képviselték hazánkat, ugye Faragó, Krajcsi, Szentes Bíró és Tóth Attila. Volt ugye ebben a szezonban itt, tehát négy válogatott is, megtudtuk, hogy kik lesznek az újak. Néhány szóban zárásként tervek, célok, azért magasra tettétek a lécet, hogyan továbbik lesznek a következő idénynek a kitűzött céljai, helyezései. Nagyon nehéz ezt megmondani.
mi körülbelül már lezongoráztuk, hogy fog kinézni a keret, ugyebár amit említettem, és természetesen itt nem elfeledve a többi játékost, aki aláírt hozzánk és nálunk maradt szerencsére. Még nem teljes a keret, még szükségünk van játékosra. Ezt akkor fogjuk tudni meghatározni, hogy milyen játékosra van szükségünk, illetve hogy körülbelül mik lehetnek a következő évi céljaink, amikor majd a szövetség meghatározza, hogy milyen körülmények között kell játszanunk. Most a között van a legnagyobb eltérés, hogy 4 légiós vagy 2 légiós lehet a következő bajnokságba, illetőleg 10 vagy 12 csapatos lesz az NB1. Ezeknek a tükrében igazából nem tudjuk még, hogy a többi csapat is hogy erősít, illetve hogy mi nekünk is milyen irányba kell elmenni. Erre várunk, erre a döntésre, és erre akkor tudok választ adni, hogy a jövőben mi várható. Hát akkor most minden esetre jó pihenést, egy picit szusszanjatok, és akkor hát bízzunk a legalább ilyen, vagy még sikeresebb folytatásban. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Én is köszönöm a keresést. Kedves nézőnk, ennyi volt már a Hajrá. Várom Önöket a következő héten is. A viszontlátásra!